Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ha péntek este, akkor Erdély Kávéház, Erdély Kávéház, Marosvásárhelyi, Bújai utca, Piaf kávézó, és a ma esti vendégünk nem más, mint egy igen termékeny író, akivel én nagyon régóta szerettem volna beszélgetni, Szávai Géza. Szávai Géza író, műfordító. 1950-ben született Küsmödön. Középiskolai tanulmányait Székelykeresztúron végezte, majd 1973-ban a kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem magyar-francia szakán szerzett tanári diplomát. 1977 és 1988 között Bukarestben dolgozott a Hét című hetilapnál szerkesztőként. 1988 óta Budapesten él, 1994-től az általa alapított Pont kiadó főszerkesztője. Íróként sokféle műfajban alkot, többek között meseregényei, monográfiái, drámái, kis és nagy regényei jelentek meg. 2001-ben Déri Tibor díjjal tüntették ki. Nős, egy gyermek édesapja. Itt ül a mester előttünk. Jó estét kívánok, szervusz! Szervusz! Géza! Köszöntöm a nézőket, hogy a szokás. Te egy szemtelen ember vagy. Te úgy éled az életedet, hogy semmit nem vettél soha figyelembe. Te mindig azt csináltad kívülről nézve, ami neked jó. Meg úgy érezted, hogy neked Bukarestben kell élni, te Bukarestben éltél. Amikor neked úgy jött, hogy Magyarországon, akkor Magyarországon. Utána, ha könyvet akartál, megjelentetted. Kötöttél te valaha kompromisszumot? Hát kompromisszumot kötni azt lehet, és ajánlatos is sok. Jó, jó, most nem arról én beszélek, nem. Hogy én az ember gondolkozik, hogy nem köpöm le, mert aztán még visszaköp. Hanem... Nem igazán szokásom kompromisszumot kötni. A gyerekemmel és a feleségemmel igen, de másokkal nem nagyon. Ami pedig, hogy én ezt akartam, vagy azt akartam, ez olyan dolog, mint amikor elveri a jég a termést, és akkor veszi a gazda a karót, és azt mondja, lássuk, Uramisten, mire megyünk ketten. Tehát az én szemtelenségem is olyan tudott, hogy lássuk, Uramisten, mire megyünk ketten. Uh-huh. Tehát ebben nem csak az én különbségem van benne, hanem benne van az Isten verése is. De hogyan lettél te író? Olyan korszakban, amikor nem volt olyan könnyű szabadszájú írónak lenni. Hát ugye én, nekem két-három választásom lehetett, jaj, de sok nem. Én itt a Küsmödön születtem, ez a Székelyföldnek egy ilyen eldugottabb... Az a széles szinte a Székelyföld, Bözödújfalú mellett, ugye? Igen. És hát nem lehet azt állítani, hogy jaj, de intelligens vagy, akkor gyerek lettem volna. Az édesapám azt tanító, és ő kimondottan azon a véleményem volt. Nem is őszinte ember volt, nem titkolta, hogy én egy buta gyerek vagyok. És kendőzetlenül buta gyerek, amire a nagyapám egy nagyon rámenős fickó volt, fölmérgelődött, és azt mondta, hogy Géza fiam, hogy mersz ilyet mondani az unokámnak? Nálad butábot keresni se lehetett volna, és mégis tanítót csináltam belőle. Kicsi Gézából is legalább érettségizett fiú legyen. És ha te nem lépsz, akkor lépek én, mondta a nagyapám. Így betereltek körülbelül úgy, mint egy bikabornyot a Székelykeresztúri gimnáziumba 14 évesen, és akkor kellett eldönteni az emberből, mi lesz, mi nem, addig 14 éves koromig, mint más gyerek, hát igazából a matematikán kívül semmi nem is érdekelt, de ahhoz már késő volt. Hát én egy nagyon jó matematikus voltam a gimnáziumban is, de hogy én ezzel szakmaszerűen foglalkozzak, az már megkésett dolog volt. Viszont érdekelt így az irodalom is, és én 12 éves koromban írtam is egy, akkor nem tudtam, hogy micsoda történet, és hát azt úgy hurcoltam magammal, és tavaly meg is jelentettem egy kötetbe, az a címe, hogy Ragyog az ég, akár az aszfalt. Ebben benne van minden, egy 12 esztendős gyerek 1962-ben, egy olyan környezetben, amit akkor még úgy hívtak, hogy Magyar Autonóm Tartomány, és én erre úgy büszke voltam, hogy én egy autonóm tartományban élek, nőttem föl, ami lehet, hogy több, mint egy ország, mert ugye a földgömbön kevés helyen nőttek egy autonóm tartomány. Te Romát mikor láttál először életedben? Hát gyerekkoromban apám méhész volt, és nálunk szállt meg a degenyeg,
két mesterség jött, ugye a degenyeges, aki igen. a degenyeget árulta, ami a kocsikeréknek az olaj. A csúszásgátló vagy. Igen, ez a degenyeg. Igen. És a degenyeges, a másik pedig a musztikás, vagy nem tudom, hogy név. Muslicás? Musztikás. Aki a méhészektől igen. gyűjtötte be a viaszt, és azt ő kiolvasztotta, és akkor ez egy nagyon régi, sok száz éves hagyománya van a mesterségnek, a musztikázásnak. Román méhészek járták, és az ugye kolléga apámnál szállt meg, és akkor láttam rendet, degenyeg és musztika. Forduljunk vissza 12 éves kori írásaidat. Kendőzetlenül meg lehetett jelentetni 2000 után? Nem, hogy mondjam, nem is megjelenés szándékával írtam 12 évesen azt a dolgot, ilyen családi viharok után. Én azt szoktam mondani, hogy szinte törökig alá kerültem, félig török vagyok, anyám török, török írma. Ja, értem. A száva az inkább száva örmény? Az nem örmény? És állandóan válni akartak. Ja, értem. És akkor, hogy kivel maradok, kivel nem, no, ezért kezdtem én 12 éves koromban írni, és később pedig nagyon izgatott, tehát hamar eldőlt, hogy író leszek azért, mert érdekes dolog például matematikában, matematika minden ágát átfogni, akár egy matematikai enciklopédiát is megnézni, ez egy ilyen borzasztóan szerte ágazó dolog, és az ember vagy ráhibázik a saját elhivatottságára, vagy nem. Prózaírónak viszont egyfolytában egy ilyen totalitási igénye van, még hogyha csak két ujja van, akkor is egy tenyérre kell gondoljon, egy kézre. És ez nekem az alkatomnak megfelelt. Az, ami úgy körülöttem prózaírói, regényírói mintaként szerepelt, az abszolút nem elégetett ki. Én 13 éves voltam akkor, amikor ugye szerencsés lévén Etéd egy nagyobb község, nagy könyvtára volt. Uh-huh. És akkor kezdték publikálni magyarul Balzac életművét. És én akkor kezdtem olvasgatni Balzac életművét, és hát úgy gondoltam, hogy néhány ember csak rászánhatja az életét, hogy ilyen nagyobb, átfogó dolgot írjon. Balzacról vitám volt, miért ilyen Pimosz nagyképű, hogy emberi színjáték, la comédie humaine. Igen. Ez az, hogyha humaine, emberi, akkor miért csak franciák szerepelnek benne? Igen. Vagy kellene egy egyetemes érvényű valamit, és én semmivel nem érzem az emberi létben hátrébb valónak, vagy hátrébb sorolnak mondjuk a Molnár Vencelt, vagy a többi regényen többi szereplőit. És hát az igazi gond az volt, hogy hát ezelőtt pár évtizeddel, amit az iskolában az én kollégáim, vagy nemzedéktársaim tanultak, és akkor most mondhatnék neveket, de kegyeletsértő lenne, hát potyára tanulták, mert azok az életművek annak rendje módja szerint illékonyak voltak, elrepültek, a fene se emlékszik rájuk, és akiknek a fejét megtönték az a néhány nemzedék, annak a fejében olyan ma mi lehet? Igen. Arról, hogy regény, élet és így tovább. Neked szerencséd volt az Etédi Balzacral? Nekem szerencsém volt az Etédi Balzacral, az Etédi református papnak óriási könyvtára volt, tehát mindig rejtőznek könyvtárak. Aztán elkerültem ugye Bukarestbe, ott pedig... Na ez hogy sikerült? Hát az egyetem után a Székelyföldön hányottam tanárként, és... Hol voltál tanár, csak hogy... Csík, Dán, Falva, Gyergyó, Szent Miklós. És magyar tanítottál? Franciát. Francia. Székelytájszolásban. Hát azt akartam, elég kevés székelyföldi francia fordítót ismerek. De nekem, én szerettem a franciát. Több nyelvnek is nekiugrottam, úgyhogy én több nyelven olvasok, ez nagyon jó. Jó, hogy is mondjam, galapács meg harapófogó a kezembe. Uh-huh. Visszatérve Bukarestbe azért mentem le, mert a Hét című lapnál lettem szerkesztő, és a Hét az egy olyan lap volt, mint, hát példát sem nagyon tudok mondani, mint az Élet és Irodalom, hogy volt. Ki volt, mint hogyha ki egészítenék tudományos rovattal, és ez nekem nagyon klap volt. Tehát az én
reál érdeklődésem például, ugye korrektúra szolgálat idején nagyon jól jött. Igen, igen. Visszatérve. Hány példánya volt, csak hogy az utókor, ne felejts el. Hát kezdetben olyan 20-30 ezer példány, és aztán később, ahogy az idők meg a hurkok szorultak, akkor úgy jött le pár ezer példányra, de azt ugye sokan olvasták, az erdélyi kultúra, az erdélyi magyar kultúra kicsit mindig irodalomcentrikus, és az irodalomcentrikusságából ez a lap meg a csatolt részei, csatolt vállalkozásai azért úgy próbálták kiemelni, és ezt én fontosnak tartottam íróemberként is, hogy a prózaíró, engem csak a regény érdekelt egész életemben, az másfelé is kalandozik, és hát Bukarestben erre, hogy is mondjam, szinte fegyházi körülményeim támadtak, mert Bukarestben magyar értelmiségiként ülhettem otthon, és írhattam a regényeit. Hát igen, de ez a 70-es évek. 70-es évek, 80-as évek. 80-as évek. Ja, 80-as évek. De a 70-es években mi egy gyerek voltam. Emlékszem Bukarestre, hogy mi nagyon irigyeltük az ottani magyarokat. Tehát egy mitosz volt, ami a Petőfi házban történik. Minden este buli, minden este felolvasás, irodalmi körök, a színházak rendszeresen játszottak 89 előtt Bukarestben, könyvkiadó volt, Domokos Géza körül csoportosultak emberek. Nem volt egy ilyen pezsgő magyar világ? Ez, hogy is mondjam, egy teljesen kinyílt világ, ami nagyon fontos volt az én szempontomból is, de hát amint említetted, én egy különc vagyok, meg a mesterségem is egy olyan fura dolog, hogy regényt írni. Móricz Zsigmond azt mondta, hogy egy személyes vállalkozás, a gyerekünket és a regényünket egy személybe csináljuk. De nem kell oda. És hogy is mondjam, én különben is egy nagyon zárkózott fickó voltam, vagyok. És hát az ember úgy elképzeli körül, mit akar ő az életben részt megvalósítani. Hát az a regény szigetvilág, amit én Balzac után átminősítve, átgondolva, racionalizálva, hogy elképzeltem gyerekként, és azóta is a képzeletemben, hogy benne van, az nagyon nagy idő és munka mennyiséget igényel, ami kenyérkereső munkám, meg a családi gondok, feleségem betegsége, meg más effélék, nem igazán voltak használ ennek a dolognak, és akkor hát én nem voltam az a fiú, aki a mondjuk bukaresti piálásokban részt vesz. Nem, előtte már kipiáltam magam Kolozsváron egy életre, egyetemi hallgatóként, hogy az egyenleg az működik, nincsen semmi gond, de én, ha már ilyen az alkatom, és ha már azt mondják, hogy különc vagyok, az is vagyok. Mindig azt mondták, nincs becsvágyom. Géza, te nem akarsz semmi lenni, egész életemben azt mondom, nekem van becsvágyom. De Balzac se akart, tudom én, államtitkár lenni. Igen. Más a becsvágyom, más az elképzelésem, és ahhoz engem azt foglalkoztatott, hogy itt ez a körülöttünk, ez a világ, ez az élet, szakmányban gyártják a regényeket, osztják az állami díjakat, és utána 5 éve vagy 10 éve a regény olvashatatlan, mint ahogy az élet ugye igazolja. Mit szerintem lehet? Addig is olvashatatlan volt, csak nem jöttek rá. Miért mentetek át Magyarországra, vagy miért mentél át? Elfogyott a levegő körülötted? Nem, 80-as abszolút, években? De hogy én eszemben nem jutott nekem Erdélyből fölmenni Bukarestbe, körülbelül kétszer olyan nagy vállalkozásnak tűnt, mint én nagyapámnak elmenni Amerikába. Elment ott élt vagy 20 évet, a másik oda veszett, de nekem nagyobb vállalkozásnak tűnt lemenni. Egyszerűen arra gondoltam, hogy hát ott rajtam kívül még él 90 ezer magyar. Bementél egy komolyabb kocsmába, a székelyföldi fiúk felekedtek, vagy ittak. Úgyhogy én otthon voltam. Vagy a könyvtárba bementél és olvastak. Ott kevesebben tudod, mert hogy mondjam,
az az én reszortom volt a könyvtárban, az elmémet élesíteni, a bicskát mások tették. De a székely vulka megosztáshoz ugye működött. Budapesten hogy tudtál beilleszkedni? Vagy, hát azért tudtak rólad, mert a könyveid több tízezer példányban, meg már Romániából, mikor igen, itt megjelentek, oda átmentek. Hogy, hát, hogyan fogadtak ott téged? Mert sokan nagyon szomorúak lettek, hogy hát nem fogadnak be. Te úgy vágtál be Budapest belvárosába, mintha mindig ott születtél volna. Igen, de ugyanígy megyek, nem tudom, Oszlóba is, vagy bárhova. Én, ez alkati kérdés? Alkati kérdés is, de én ezen sokat reflektáltam kisgyerekként. Mondom, hogy muszáj volt nekem gondolkodni az életen, mert apám is cibált erre, anyám is, most Szávai Géza leszek, vagy Török Géza leszek, elválnak, mit csinálnak. A küsmüli... Elváltak valaha? Nem. De hát mi minden házasságban civakodnak. De ők azt művészi szinten űzték. Utolérhetetlen. Hány éven keresztül? Vagy 60 esztendő. Most halt meg édesanyám a tavaly, és 2 éve édesapám, úgyhogy boldog veszekedésben telt az életük. Kellett neked másként írni Magyarországon, mint itt? Nem, mert én itt is másként írtam, mint ahogy itt szoktak írni, és nem szeretném ezt, hogyha valamiféle nagyképűségként hangzana, de egy elég erős elképzelésem volt van gyerekkorom túl a világról. Nem versenyzek senkivel, csinálom a maga dolgát. Aki nagybőgőt farag, az nem versenyzik a cimbalom készítővel, és én pontosan tudom, hogy miféle regényvilágot akarok építeni, az mire való, azt miért kell több nyelven hozzáférhetővé tenni. Könyveid románul, oroszul, németül, igen, franciául. De hogy mondjam, ezt mind a maga, most egy átmeneti korszakban élünk, ugye, a szerzői jogok átalakulnak, itt van az internetvilág, az internetnek még nincs is joga. Igen. Tehát én viszont, amíg még élek, és még utókoromban is át akarom ezt tekinteni. Tehát én nem engedem ki ügynökségeknek a kezemből a könyveimet, addig, amíg élek, hiszen még élnem kellene úgy körülbelül 5-6 esztendőt, hogy ezt az egész regény... Ne légy már ilyen racionális, te matematikát szereted. Hát nem racionális, de te mondhatod azt, hogy élsz 200 évet? Igen, persze. Hát mondhatod, de ki a fene hiszi. Én különben kívánom neked, de száz is elég. Te élsz. Figyelj ide, te egy Küsmödön született, magyarul gondolkodó világpolgár vagy. Ez így jól hangzik, de mit akarsz ezzel mondani? Ezzel azt akarom mondani, ez hogy annyi nem következik, hogy 100 évet annyit, élek. Ja, ez nem, de már éltél annyit, mint 100 évet. Más. Az egészen biztos. Na látod. Mert az idő értelmezése, én azt a John Lucacci modellt szeretem, amikor ő elmondja, nem hogy... Nem az évek száma hozza a vénkort elé, írt egy magyar költő. Pontosan. Láttam én 20 évest olyan öregnek, sokszor tesztelem a hallgatóimat, ugye beszélgettünk, mit tudom én, a médiáról, cenzúráról, és ti mit szabályoznátok a médiába, és hogy elengeded a 20 éveseket szabadon, hogy ők, ha hatalmuk lenne, mit csinálnak, sokkal rosszabbak, mint a vének. Tehát nem mindig a kor függő ez az öregség, meg fiatalság. Nem, de hogyha választani lehet, akkor az emberiség 100%-osan az ifjúkort választaná, ebbe azért megegyezhetünk. Én ki vagyok békülve a saját korommal. Én már középkoron is lassan túl vagyok. Én oly mértékben ki vagyok békülve, hogy onnan indultunk el, és szükségem lenne még 6 esztendőre. Jó, de most hogy, ezt... akkor a rendben. De ezt mondtam, 5-6 esztendőre, hogy rendbe rakd, ami eddig volt. Most nem dolgozol semmit. De hogy nem. Éppen ez a gond, hát, hogy be kell fejeznem, vagy 3 vagy 4 regényt. Amióta megjelent, van egy regényem, Csodálatos országokba hoztalak, abba benne van körülbelül az a regényvilág, hát nem La Comédie, Balzac mintájára, hanem annál másképpen átfogó, hiszen nekem van, hogy mondjam, japán regényem, az Aletta bárkája, miközben az egyúttal magyar, amerikás, magyar, sőt, családi, nagyapád, igen. És így tovább. Tehát itt most már a Föld, az egy olyan pici állagú valami, hogy ahogy a Csodálatos országomban az ottani regényíró mondja, itt már az a kérdés, hogy
hogyan működnek az emberi közösség gömbfelületen. Gömbfelületen. Látod, a matematika csak vissza-vissza. A matematika, itt a Bolya utcában vagyunk, ugye? Igen. És itt is volt egy fickó, vagy benne, aki azt mondta, hogy a háromszögek szögeinek összege gömbfelületen nem annyi, mint síkfelületen. Síkfelületen, igen. Na most egy olyan fejlődési pillanatban vagyunk, emberi szempontból, ahol mindent egyelőre taszítod az, hogy globálisan, és én szeretem használni, de végül mégiscsak egy gömbszerű, egy gömbnek a felületén vagyunk, és ez másképpen telik meg, mint mondjuk egy sík, és hát Erdély mindig egy ilyen gömbszerű felület volt itt. Én hiába voltam a világ végén egy ilyen csodálatos magyar, hogy is mondjam, cukorsüveg alá berakva, és azt hittem, hogy az egész Biblia egy magyar vállalkozás. A faluban lehetett volna. Lehetett volna, a faluban volt Salamon, volt Illés, volt mindenki, Rebeka. Jónás. Jó. Az egyik pasas Pilátusnak hívták a faluban. Szép patakában. Szóval én azt hittem, hogy a maga a teremtés is magyar. Aztán egy kicsit tovább mentünk Szekérrel Segesvárig, ott már kiderült, hogy ott viszont ők gondolják úgy, néha tragikusra, hogy a világ német germán illetőségű vállalkozása az Úristennek. Több papírjuk van, igen. Tehát itt ezen a gömb felületen kiegyenlítődnek dolgok, és az emberi logikának csak egy ilyen pillanatnyi, hogy is mondjam, megérzése kell, hogy jó, én megírtam ezeket a regényeket, és ha még élek 5-6 évet, akkor az egész tető alá jön. Mondjuk a Székely-Jeruzsálemben benne van egy, akár egy népnek a története, amely más népek számára is érthető. Keresztmetszetben ott a kortárs magyar regényem a múlt évezred Marienbadban. Ez a csodálatos országokba hoztalak, viszont annak rendje módja szerint egy világregény, mint ahogy van világzene, ugye naponta azt hallgatjuk a rádió, a világzene, mi a felére lehetne világregény. A csodálatos országokba hoztalak az viszont egy ilyen jelenet, egy tipikus székelyföldi jelenet, a Székely keresztúri gimnáziumban, ugye a térképen mutogattuk, hogy hol mentek a 1848-as seregek, emiatt néhány mutogatót a szekuritártira vittek, és a többi, és a többi. És akkor kezdtem ugye végig elmélve arról, hogy milyen érdekes ez a világ. Alig csak nézzük a térképet, már egyből bűnt követünk el bizonyos hatalmi rendszerekbe. És akkor találkoztam ugyanezt a jelenet, benne a csodálatos országokba hoztalak, egy ír fiúcska, aki ír létére, az édesapja angol vendégtanár a éppen nem létező Lengyelország egyik városkájában, mert Lengyelország ekkor éppen nem létezett. És ők is nézték a térképen, hogy jöttek Írországból, hát Lengyelország, a csodálatos Lengyelország valahol a színes vonalak alatt létezik, de amúgy pedig ő egy ír gyerek, akinek 10 éves korában az édesapja azt mondja, hogy légy büszke, ír hazafi, állj haptákba, fiam, úgy, ahogy nagyapám nekem is mondta. Pontosan. És attól függetlenül az édesanyja éjjel-nappal sírt, veszekedtek, úgy, hogy az én szüleim, és a 10 éves fiú hallgatózik az angol nyelvtanár ír édesapja és édesanyja hálószobája előtt, mint minden kamaszodó gyerek, 10 éves gyerek, és benn veszekedés, hogy miért kellett eljönni ebbe a vad világba, a békés idézőjelben a hős Írországból, és válás, stb. És akkor a nagy sóhajtozások között azt mondja az ír édesapa a feleségének, ennek a 10 éves fiú édesanyjának, hogy hát nem, csodálatos országokba hoztalak. Nagyon jó végszó volt, köszönöm szépen Szávai Gézának, ennyi fért a mai műsorunkba. A többit meg elolvassuk, és hogyha akarunk veled beszélgetni, akkor az interneten megtalálunk. Honlapon van is. Ugye, meg a Pont könyvkiadónál megtalálunk mindig. Igen.
Ennyi fért már az Erdély Kávéház műsorába, vendégünk volt Szávai Géza. Ne felejtsék el, jövő héten ugyanitt, ugyanebben az órában Erdély Kávéház. A viszontlátásra!